A Kőbányai Önkormányzat és a Kocsis Sándor Sportközpont idén 9. alkalommal rendezte meg a szenior tízkarikás játékokat Kőbányán. A jó hangulatú sportrendezvény célja, hogy népszerűsítse az idősebb korosztály körében a sportolást. Nagyon büszke vagyok önökre, ezt őszintén mondom, hiszen látom a hétköznapokban is, hogy mennyit mozognak. Nem csak ezen a kitüntetett napon, amikor összemérik majd a tudásukat, ügyességüket, fittségüket, találkozok sok-sok sportoló idősebb kőbányaival, hanem a hétköznapokban is. A Fortuna Egyesület vezetőjével az elmúlt hetekben értékeltük azt, hogy az elmúlt évek során hová jutottunk, honnan indultunk, hová jutottunk, és nem mondom, hogy elégedetten dőltünk hátra, mert van még bőven tennivalónk, de megállapítottuk, hogy azt a kitűzött célt, amelyet megfogalmaztunk pár évvel ezelőtt, hogy mind többeket megszólítsunk, és mind többször vigyük el különböző helyszínekre mozogni. Legyen ez az Óhegyparkban golfozás, legyen ez torna az Ihász utcában, itt a Kocsis Sándor Sportközpontban, legyenek gyalogló mozgalmak. Számos területen előreléptünk, de még vannak céljaink. Sokan vagyunk, de nem elegem. Kőbányán körülbelül 20 ezer 60 év fölötti ember él. Most ugye 50-től már itt versenyezhetünk, én csak a 60-osokat néztem meg tegnap délután. A 20 ezerből lehet, hogy meg tudunk már szólítani viszonylag rendszeresen 1000 embert is akár. De ez még ugye a 20 ezernek egy pici hányada. A cél az, hogy minél többen legyünk, mert tudjuk jól azt, hogy az egészségünknek az egyik záloga, alapja a mozgás, a rendszeres testmozgás, és ezt minden életkorban, minden életszakaszban művelni, űzni kell. Önöknek ugye jó helyen mondom, hiszen azért vannak itt, mert mozognak, de itt áll mellettem Ica egy picivel arrébb, gyere közelebb. Megkértem Icát, hogy menjen el két héttel ezelőtt körülbelül Pécsre, az Aktív Magyarország Államtitkárság által szervezett programra, ahol újabb lehetőségekről szóltak, hogy hogyan is fokozhatnánk az aktivitásunkat. Én most három dologról szeretnék szólni itt rögtön az elején. Az egyik a Millió Lépés az Iskoládért program. Biztatom a nagyikat is, hogy regisztráljanak az applikációban, és az unokáik iskoláját, vagy akár ahol önök tanítottak, mert van, aki önök közül pedagógus volt, támogassák azzal, hogy minden nap gyalogolnak. Az iskolás versenyben vannak, a végén értékes jutalmat nyerhetnek. Az Aktív Magyarországért államtitkárság életre hívott egy új mozgalmat, a gyalogló klubok számát szeretnék erősíteni. Időseknek tűzték ki a célt, hogy hetente kétszer legalább 40 percet gyalogoljanak, mozogjanak. Beszéltem reggel államtitkár úrral, és azt mondta, hogy nagyon kevés klub alakult még. Nagyjából mindenkire, aki eddig jelentkezett, 10 botjút 10-et tudna adni. Na, én szeretném, hogyha úgy, ahogy a Millió Lépés az Iskoládért mozgalomban Kőbánya élen járt, ha élen járnánk a gyalogoló klubok alapításának, alakításának számában is. Na persze itt nem a klub alapítása lényeg, hanem utána a rendszeres mozgás. Ezzel indítsunk egy újabb mozgalmat. És van egy harmadik dolog, amit szeretnék önöknek elmondani. Icával arról is beszéltünk, hogy milyen új sportágakat lehetne bevezetni az önök életébe. És nekem régi tervem volt, hogy mindig a nagy sportág választón találkozom ezzel a sporttal. Régi tervem volt, hogy megmutassam önöknek, és kezdjünk Kőbányán egy új mozgalmat, ez a Mediball mozgalma. És itt tőlem jobbra, kinek balra, már nyíregyházi Mediballosok itt is vannak. Szeretném is megmutatni önöknek rajtuk keresztül azt, hogy milyen is ez a sportág. A hosszú évek óta népszerű és jó hangulatú sportrendezvény idén is sok jelentkezőt fogadott. A szenior tízkarikás játékokra minden 50. életévét betöltő játékos jelentkezhetett. A sportnap szervezésében fontos szempont volt, hogy minden sportfeladatot az idősebb korosztály is teljes biztonsággal tudjon játszani. Ez már a 9. szenior tízkarikás játékunk. Nyilván azért kezdték el annak idején itt a Kocsis Sándor Sportközpont és az önkormányzat összefogásából, hogy még nagyobb mozgásra és még több mozgásra sarkalja a kerület nyugdíjasait. Idén 150 és 160 között vannak a nevezettek. Nagyon népszerű, én úgy látom, nagyon szokták szeretni az idősek, évközben is, amikor jönnek a rendezvényeinkre, akkor mindig kérdezik tőlem, hogy Pali, mikor lesz? Lesz
leszünk, és még mindig az idősek világnapjához szeretnénk ezt közelbe lőni, és azért most így ez az október 4-ére esett a választásunk. 10 versenyszámunk van, de ebben a 10 versenyszámban ugye az asztali tenisz meg a pötáng az együtt van, tehát abban lehetett választani, hogy melyikre szeretnének jelentkezni, és minden évben próbálunk. Annak idején, amikor pályáztam a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői posztjára, a jelszó az innováció volt, tehát minden évben próbálunk nem csak ezen az eseményen, hanem minden eseményen megújulni, de ez erre az eseményre is érvényes. Természetesen most is 3 új sportággal készültünk a szépkorúaknak. A puzzle az egyik új sportágunk a célba fújás pingponglabdában, és amit mögöttem látható, szerintem ennek van a legnagyobb sikere, az egy bevásárló akadálypálya. Erre 56 jelentkező volt az új sportágra, úgyhogy ez azt hiszem, hogy abszolút bejött a népnek. A mediball egy különleges sportág. Egyszerre hat a testre és a lélekre. A szenior korosztály számára is igen kedvező, hiszen mindenki a saját testi korlátainak megfelelően gyakorolhatja ezt a mozgásformát. Mindig szoktunk idézőjelben, úgy mondom, hogy töltelékprogramokkal kedveskedni az ide látogatóknak. Hát nyilván valaki szeretne két sporták közül pihenni egyet, azt aktívan is, meg passzívan is megteheti, hát mi aktív pihenés mellett például egy dartfocival készültünk, a Grundgolf Egyesület is itt van, mint minden évben, tehát a grundgolfosok is itt vannak, valamint meghívtuk a Mediball magyarországi nagyköveteit Nyíregyházáról, és ezt a sportágat is ki lehet próbálni. A Mediball egy különleges sportág. Egyszerre hat a testre és a lélekre. A szenior korosztály számára is igen kedvező, hiszen mindenki a saját testi korlátainak megfelelően gyakorolhatja ezt a mozgásformát. A Mediball labdajáték az egészségért, és ennek a gyökerei Kínáig mennek vissza. Egy Byron nevezetű úr, egy egyetemi testnevelő tanár fejlesztette, és amit szeretett volna megoldani, az téthelyzetben a feszültségnek az oldása mind az iskolások, a diákok számára, ő ugye tanárember volt, illetve európai sportokat oktatott a kínai hagyományos harcművészetek mellett. A sportolók és a diákok számára szerette volna a feszültségoldást megoldani, és ahhoz alakult ez a fajta eszköz, amiben a centrifugális erőt hívja segítségül. A teljes testet megmozgatja, ugye ahogyan én gyakoroltatom a Mediball, azért van ez az izgalmas elnevezés, a Magyarországon mi így nevezzük, és egy fizikális, mentális, érzelmi szinkront hozunk létre. Tehát a testet fizikálisan úgy mozgatjuk meg, hogy lágykörkörös mozgással, súlypont áthelyezésekkel a teljes testet, nyilván néhány speciális gyakorlattal, félkörívek, körívek, nyolcasok segítségével, de a teljes testbevonásával dolgozunk. Minden korosztály számára vannak ajánlott programjaink. A fiatalok számára elsődlegesen figyelemtanulási képesség, illetve teljes test koordináció fejlesztés, az izomideg kapcsolatnak a javítása, a felnőttek számára feszültségoldás, a feszültségnek a kezelése úgy, hogy egy ilyen természetes, egészséges módon vezetni a feszültséget, illetve olyan állapotba hozni az agyat, azt tanítani meg magunkkal furcsán fogalmazva, hogy másképp reagáljunk stressz helyzetekbe. Tehát nem csak, hogy kezeljük, hanem egyszerűen másképp vegyünk részt a folyamatokban. Természetesen a mozgás itt is lényeges, és ugye akár önálló sportként gyakorolja valaki a Mediballt, akár kiegészítésként, vagy a szabadidője eltöltésére veszi kézbe az ütőt, labdát. Amit megtapasztal, amit megélhet, az az, hogy alakul egy flow típusú állapot, egy felszabadultságérzet, ami a mindennapokban nagyon kell. Tehát az aktív fiatal felnőttek számára talán ez a legjobb üzenete a Mediballnak. Játszunk teremben, zárt térben, játszunk kint, szabadban, de bárhol kézbe lehet venni az ütőt. Szépkorúak számára is van mozgásprogramunk, versenyrendszerünk is működik, ami a szépkorúakat érinti, és természetesen ugyanaz a fajta érzelmi jólét, amire szükség van, szociális kapcsolatok szükség van, és a teljes test finom átmozgatása, amire szükség van. Most már nem a teljesítmény hajsza a cél, inkább az, hogy az egészség hosszú távú megőrzése. Ugyanakkor, ha még van lehetőség, speciális élethelyzetben, nem szeretem ezt a fogyatékkal szót, van mozgásprogramunk, illetve kismamák számára babamama programunk, azért, mert mindenki számára az a harmónia, ami megtapasztalható a Mediballban, az elengedhetetlenül fontos a mostani élethez. Azt hiszem, sokaknak kicsit ismeretlen volt ez a bemutató, és sokan láttak újdonságot. Mennyire elterjedt ez Magyarországon vagy a világban? Magyarországon 12 éve dolgozunk az elterjesztésén, bevezetésén, és jó pár nagyvárosunkban vannak oktatóink, oktatóképzéssel is foglalkozunk. Versenyrendszeren működik a Mediballnak. Hát nehéz megmondani, de 20-nál több klub létezik, az, hogy konkrétan aktív gyakorlóban hány van, mert nagyon sokan úgymond képességfejlesztéshez, illetve szabadidő eltöltéshez vásárolják az ütőket, illetve vesznek részt a foglalkozásokon.
de én azt gondolnám, hogy már több ezer emberhez eljutott ez alatt az idő alatt, és folyamatosan gyarapszik a gyakorlóknak a száma. A világon nagyon furcsa, mert ugye Kína ez egy másik lépték, ott Rollyball néven játszanak, és aki a játék feltalálója volt, azt a módszertant, amit látott a magyaroktól, azt mondta, hogy nekik ezt tanulniuk kellene. Ott 10 millió fölött van a gyakorlóknak a száma, de teljesen más a lépték értelemszerűen. Európában is megtalálható, gyakorlatilag minden nagy országban játszanak. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyobb a létszám, mint az európai országokban általában, de az egész világon jelen van már, és egy komoly esély van arra, mivel ez a modern kornak egy az összes kihívására egy válasz, hogy amikor ez egyre ismertebbé válik, akkor rohamosan terjed a népszerűsége, illetve a gyakorlói száma nő. A Fortuna Sportegyesület idei évben is kilátogatott a rendezvényre, és népszerűsítették az egyre inkább elterjedő sportot, a grundgolfot. Amikor elkezdtük 2018-ban, 18 vége 19 elején, akkor viszonylag kevesen voltunk. Tehát akkor voltunk egy 5-en, 8-an, 10-15-en, aztán egy darabig ez így volt. Aztán csak egyszer csak elkezdtük a sporttáborainkban ezt bemutatni, utána elkezdtünk versenyeket szervezni, és egyre többen jöttek, hogy hú, ez nagyon jó, és egyre többen kedvelték, és akkor volt a Covid, amit mindenki úgy él meg, ugye, hogy hát hú, de szörnyű, be voltunk zárva, hát szerencsére nekünk grundgolf szempontjából azt mondhatom, hogy a Covid az segített a szervezésbe, hiszen minden be volt zárva, sehova nem mehettek az emberek, de ki tudtak jönni az Óhegyparkba, ki a szabadtére, végre találkozom valakivel, végre nem vagyok bezárva a lakásba, akkor ugye egy kicsit megtódultak a résztvevőinknek a száma, és egyre többen lettünk, és ugye minél többen vagyunk, az mindig hoz többen. Mert mondják, hogy ez nagyon jó, itt tudunk beszélgetni, mozgunk, 3 kilométert sétálunk egy edzés alatt, és nagyon jól érezzük magunkat, és amikor versenyek vagytok, vannak, az is milyen jó buli, és gyertek, és próbáljátok. Ahol tudjuk, ezt népszerűsítjük. Most kezdtük el a Kőbányai Honvédelmi Sportnapokon 2023-ban. Ugye 11 fordulónk van, és nyáron pedig volt 6 fordulónk a nyári táborokban. Minden alkalommal kivittük a grundgolf játékot, hogy a gyerekekkel is megismertessük. És itt abból a célból, ugye, mert a grundgolf nem egy nagyon intenzív játék, de nagyon sok gyerek van sajnos, aki nem mozoghat, vagy cukorbeteg, vagy egyéb problémája van, ami miatt az intenzív mozgás nem ajánlott, és viszont a grundgolf az nem csak egyfajta mozgás lehetőség, hanem van benne versenyzési lehetőség is, hogyha kedvet kap hozzá. Tehát az iskolákba is kivittük ezt a játékot, és azt várjuk tőle, hogy ott is egy kicsit elterjedjen. Nagyon jók a gyerekektől a visszajelzések, nagyon élvezik ők is, főleg aki úgy kezd, hogy elsőre beüt egy aranylabdát, tehát a startszörnyegről egyből a kapuba, azok nagyon feldobódnak, és tetszik nekik, tehát tervezzük azt, hogyha ez ilyen jó, akkor egy kicsit több időben is fogunk foglalkozni az iskolában is ezzel a játékkal. A grundgolfozók közül sokan beneveztek a szenior tízkarikás játékokra is, és kipróbálták magukat különböző versenyszámokban. Sportolnak-e jelenleg, és ha igen, mit és mióta? Természetesen sportolunk, ebből áll az életünk, már azt se tudjuk, mikor melyikre kell menni. Nagyon szeretjük a tornát. Én gerinc tornára járok, de ott is a zenésre, mert azt jobban szeretem. Járok golfozni, járok country órára, járok zumba órára. Van olyan csapatunk, ami csak sétálni megy, és van egy dalárda is, ahol csak énekelni szoktunk. Torna. Ennyi minden fér bele egyelőre az időmbe. Én is az első nagy szerelmem ugye a grundgolf, mármint sportterén. Aztán járok még Meridianra, az napi szinten van, az Óhegyparkban, ott elsősorban az oxigén miatt megyek, de a kedden és csütörtökön, ha időm engedi, bekapcsolódok a gerinctornára, annak is a zenés részét szeretem én is jobban, meg időben is úgy klappol. Aztán táncolgatok is, amikor megint, de hát öt unoka mellett kicsit. Az is vehető sportnak, kórusba is járok, és hát a nordik az volt még nagy kedvencem, és azt is, meg túrázni is szoktam, amikor megfelel az idő, meg a időjárás, időpont és időjárás.
Hogy érzik Kőványán, elég lehetőség van arra, hogy sportoljanak az emberek? Nagyon sok lehetőségünk van, rengeteg parkunk van, zöld terület, olyan is, amelyikbe állatokat fedezhetünk fel, rengeteg parkunk van, ahol ezt mindenki bárhol gyakorolhat bármit. A futástól kezdve minden játszótéren van, focipálya, kosárlabdapálya, minden lehetőségünk megvan. Milyen versenyszámokra jelentkeztek, és melyik tetszett a legjobban? Esetleg újdonságot, akár a bevásárlósat próbálták-e ki? Nem, azt pont nem. De fújtam pingponglabdát, katapultoztam, és még a futás hátra van, a 30 méteres futás. Én kipróbáltam, csak úgy versenyen kívül, a bevásárlóst, mert az jól jön mindig, ugye banyatunk hajrá, viszont nagyon szeretem a Medibolt, azt az előbb kihagytam, mert volt már lehetőségünk kipróbálni a sporttáborok kapcsán, viszont most annyira megörültem, hogy újra feltűntek, és vissza is jöttek ezek a mozgások. Ráfér az emberre a kecsesség, úgy 70-kedik, ha 70-kedik már. 70-en fölül. Igen, ezt kipróbáltuk, a Potosica vezetésével tartott ilyen órát nekünk az Újhegyi lakótelepen, és nagyon tetszett, sokáig jártunk is oda. A szenior tízkarikás játékokon a kőbányai önkormányzat a Kocsis Sándor sportközponttal közreműködve, és a meghívott vendégek idén is népszerűsíteni tudták a sportolást, annak szeretetét és mindennapi életre és az egészségre gyakorolt jótékony hatását. A rendezvény végén kiosztott díjakon túl tehát a résztvevők egy sportosabb és egészségesebb élet felé vezető lépéssel is gazdagodtak.